Dicsértesek Jézus Krisztus! Amen. Ez a mai szép ünnepen szeretettel köszöntök mindenkit, aki mai napon is elfogadta meghívásunkat, és hogy itt szeptember 9-én, pontosan 50 évvel ezelőtt felépült, felszentelt templomunk búcsünnepén itt lehetünk is együtt ünnepelhetünk. Kíván szeretettel köszöntöm Jani Péter atyát, aki elfogadta meghívásunkat erre a mai napra. Kért, hogy röviden mutassam be, eleget fog adni a kérésének. Mi évfolyamtársak voltunk a teológián, Esztergomban 6 éven keresztül, és ő most jelenleg az Esztergom Budapesti Egyházmegyének budapesti kórház lelkésze. Az ő főállás, szabad én egyszerűen fogalmazom az, hogy Budapesten kórház lelkés, a kórház lelkészséget szervezi. Mindenkinek megvan a maga őrülete, neki is, nekem is nyilván, ő neki ez, és hát azt kell mondanom, hogy többen ismerik itt hívek közül, hogy kiválóan is nagy lélekkel végzi a munkáját, és egy rendkívül elfoglalt atyáról van szó. Szeretettel köszöntünk téged egy búcsünnepünkön, Isten hozott, és hát, hogy kezdtük az imádságunkat Szentlélek erejével, hívőderekből is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek kedvesítő ereje legyen mindnyájtokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, templom búcsú ünnepén a mai szentmisénk hálaadás. Mindazokért a kegyelmekért, amelyeket a Szent Háromság egy Isten adott az itteni embereknek ebben az elmúlt 50 évben. Hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és várjuk meg bűneinket. Istenünk, könyörülj rajtunk, mert védkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
tekints jóságosan a szeretett fiaidra, és vezessen minket Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségre. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él, szeret és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. A messiás országban Isten orvosolja az emberi nyomorúságot. Mondják a csökkent hívőeknek, bátorság, ne higgyetek. Ime eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve újjon. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tovább változik, a szomjas föl vizek forrásává. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!
Ferenc. És a lelkedre. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus elhagyta a Tírus vidékét, és Szidona járt a Galilei tóhoz ment tíz város határába. Itt eléje hoztak egy dadoggal beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, és fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt. Efata, azaz nyílj meg! Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dolgokról ne szóljanak senkire, de minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfelől csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett. A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Ezek az evangélium igéjé. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai nap hálaadás. Hálaadás az elmúlt 50 évért, ezért a templomért, ahol jelen van az Úr Jézus Krisztus, ezért a templomért, amely az Inácsi közösségé. A templom az Isten háza és az imádság háza. A hívő katolikus ember menedékhelye. Uram, hozzád jövünk, hogy a te házadban halljuk a te igédet, a te szavadat. Elgondolkodjunk rajta, befogadjuk a szívünkbe, hogy aszerint éljünk, és úgy éljünk, hogy találkozhassunk veled a szeretet Istenével, aki annyira szerettél és szeretsz bennünket, hogy itt vagy közöttünk az oltári szentségben, akit befogadhatunk, hogy átalakítsd az életünket, hogy az életünk olyan legyen belőled élve, a szeretet Istenéből élve, hogy eljussunk az örök életre. Amikor a templomba jövünk, a szeretet Istenéhez jövünk, hogy szeretetben éljünk, mert minden más elmúlik, csak a szeretet marad meg. És annyiban tudunk hálát adni ezért az 50 évért, amennyiben a testvérek szívében és valamennyiunk szívében szeretet élt. Mert testvérek, a keresztségünk által, és azáltal, hogy kimondjuk, hogy Uram Jézus, a tied vagyok, a tied akarok lenni, téged követve, akkor az Atyáé is vagyok, és a Szentléleké is, a Szent Háromság egy Istené, akkor az annyit jelent, hogy vele
aki csupa jót tesz, és aki általam és általunk is csak jót akar tenni. Hallottuk a mai evangéliumból. Jézus meggyógyította a süket némát. Jézus megmutatta azt, hogy ő szeret. Hogy a mennyei atya mennyire szeret, és hogy neki fontos a szegény, a beteg, az elesett, a nyomorult, hogyha senkinek nem kellenek, de az Istennek kellenek. És egy egyházközség életét, annak a minőségét úgy lehet lemérni, amennyiben odafigyelnek a szegényre, a betegre, az elesetre, és amennyiben szeretettel vannak egymás iránt. Mert testvérek, amikor eljövünk a templomba, hála Istennek, nem egyedül vagyunk, hanem sok ember vesz körül bennünket. Ugyanahhoz az Istenhez jövünk, ugyanahhoz az Istenhez tartozunk, egy közösséget alkotunk. A szeretet Istenének a közösségét, hogy úgy tudjunk odafigyelni egymásra és másokra is, hogy azt tudjuk mondani, jó itt lenni, és jó veletek lenni, és jó veletek találkozni az utcán, egymás otthonaiban, mert hogy mi nem akárhogy vagyunk együtt, hanem Jézus Krisztusban. Testvérek, kis boldog asszony. Őt köszöntöttük tegnap, és a testvérek is őt itt a templomban az egyház megünnepli Mária születésnapját, azért, mert Mária szerette az Istent, és az egész életét neki adta oda. Ezért példaképünk, amikor egy gyermek megszületik, akkor a szülők, a nagyszülők, a rokonok úgy talán felteszik magukkal a kérdést, hogy mi lesz ebből a gyermekből? És amikor egy 30 évesnek, egy 40 évesnek, egy 50 évesnek ünnepeljük a születésnapját, akkor abban már benne van az ő életének a tartalma. És amikor Máriát köszöntjük, benne van az ő életének a tartalma. Isten szeretete, az ember szeretete, hogy azt mondja, mondta és mondja, tegyétek meg, amit Jézus mond. Mit mond Jézus? Az az ember tudja, aki szívből hallgatja az Isten szavát. Az az ember tudja, akinek csendben
senki, amit nem lát senki, kapcsolata van, szeretet kapcsolata a szeretet Istenével. Mária, szeretetből mondott igent az Istennek. Mária, szeretetből mondott igent Jézusnak. Mária, szeretetből kísérte el Jézust az ő szenvedésének az útján. Mária, szeretetből tette karjaiba az ő halott szent fiát, és Jézus szeretetből vette őt fel a mennyek országába. Mi volt ezen eseményeknek és történéseknek a lényege? Testvérek, a szeretet. És Jézus erre tanít bennünket. Nem másra. És amikor e kapcsolatban Jézus gyógyítja a mi életünket, megbocsátja bűneinket, és tudunk, amikor nem lát senki, amiről nem tud senki, csak az Isten, nemet mondani a kísértésnek és a bűnnek, és igent mondani szeretetből az Úrnak, akkor az életünk gyógyító jelenlét lesz mások számára. Csak akkor lesz mondani valónk. Testvérek, szentmisére nem azért jövünk, mert kötelező. Szentmisére szeretetből jövünk. Nem azért imádkozunk, mert kell, hanem azért imádkozunk, mert szeretni akarom az Istenet. És imádkozni, imádkozva lehet megtanulni. Így jön létre egy élő kapcsolat az Istennel. Így jön létre egy élő kapcsolat a feltámadottal. Így tudjuk megőrizni ezt a kapcsolatot, mert csak így bírjuk elviselni, és csak így tudjuk szeretetben megoldani életünk nehézségeit, küzdelmeit, bajait, nyomorúságait. Így tudunk mentesen maradni ettől a világtól. Mit jelentett vajon a süket némának az, hogy ő meggyógyult? Mit jelent nekünk, amikor tapasztaljuk azt, hogy meggyógyított az Isten, hogy meggyógyította a lelkemet, lehet, hogy a testemet is, de ha most nem itt a földi életbe, odáll ezt meg fogja tenni. Erről szólt a mai olvasmány, hogy ne félj, bátorság, mert eljövök, mondta az Úr, és rendezek mindent, ami itt a Földön nem történt meg.
és arról, hogy mennyire, de mennyire szereti az embert. Testvérek, ezeket a mélységeket a szívünkben kell fogadni. Nem érti meg csak az az ember, akinek a szívében valóban él az Úr Jézus Krisztus, aki engedi az ő vezetését. A kórházban folyosok beteg emberrel találkozom, annyi sok szenvedéssel, és oly gyakran megkérdezték tőlem, hogy hogyan lehet ezt kibírni, annyi szenvedést látni, haldoklott, halottat. Igen, sokszor nagyon nehéz, de a találkozások lényege az nem ez. Az a szeretetben van, amikor a két emberi szív kinyílt az Isten felé, mert bízik benne. Amikor a két emberi szív ezért kimer nyílni egymás felé, és lehullanak az állarcok, mert oly sok emberi találkozáson állarc van, amelyekben nincs biztonság, ott minden állarc van. De amely az Isten szeretetében történik, ott azok lehullanak, mert nincs rá szükség. És két emberi szív találkozik, és ahol ez meg tud történni, ezek a legnagyobb ajándékok az Istentől az embernek. Testvérek, meg kell tanulnunk a Szentlélektől azt, hogy kik vagyunk egymás számára. Kik voltak a testvérek egymás számára az elmúlt 50 évben, és most kik? Szeretet mutatja meg, amelyek a találkozásokban létrejönnek, vagy nem jönnek létre. A hívő ember legfontosabb ideje az az Istennel töltött idő kell, hogy legyen, hogy növekedjünk a szeretetben, hogy ki tudjuk azt mondani. Testvérek, nekem már mondta beteg, amikor rendezte az életét az Istennel, hogy Péter, hogyha lehet, hogy már csak 4 napot élek, de ezért a 4 napért érdemes volt megszületni, az előző 70-ért nem biztos. Testvérek, a szűzanya is erre tanít, Jézus élete is, hogy úgy éljünk, hogy ki tudjuk azt mondani, hogy érdemes volt megszületni, mert ez az Úr Jézus is úgy látja, hogy a talentumainkkal úgy sárvágottunk, hogy az életünk lényege a szeretet volt, akkor testvérek, akkor már itt a Földön bármi is vesz körül bennünket, a szívünk mélyén.
az öröm, akkor érezzük azt, hogy valóban élünk, és ez az élet a szeretetben töltött élet, a sor ellen múlik. Hiszen mi lesz a mennyek országában? Szeretetben töltött örök élet. Amen. Thank you.
igazi dangosság és békesség szerzője. Add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük őrségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassz egyé szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük őszívünket. Töveltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk minket. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőséget ezt tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a maradó emberen, és éppen elmondhatóhoz ezzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítjuk, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő által dicsőíti, az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ad kérünk, hogy az Észavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zenéljük. Ezt az élő víz
tekints kérünk egy házadászati hagyományára, ismert fölkelme fiadászatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével lelkelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket megeszentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, szent apostolainkkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjük Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi Zolánnak útját járó egyházadat, szolgálatot Benedek pápánkat és Miklós püspökünket, a püspök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házadnépe kérései, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magad az irgalmasan, a világban szétszorulódott valamennyi gyermekedet. Elhúgy testvéreinket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságos országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagban részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval. Ártana ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Jézus, az Isten van rám. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyújt a szívem.
Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és itt életének mindig részeseivé legyünk, Krisztus, ami Urunk. Egyházközségi hirdetéseink. A Szentmisék rendje következő képet hallottunk. Jövő héten, csütörtökön, pénteken 18 órakor lesz a Szentmisék a szokott időben. Jövő héten vasárnap 9 órakor lesz Szentmise. Ennek oka az, hogy jövő héten lesz Kapucsi búcsú. Tehát jövő héten képköznap, csütörtökön, pénteken 18 órakor lesz a Szentmisék. Jövő héten vasárnap pedig reggel 9 órakor. Ne 11-re gyertek meg csúnyán elkésnek, tehát 9 órakor lesz Szentmise jövő héten. Mondjátok meg annak is, aki nincs itt, mert vásárban vannak bárhol. Istenetesen mindenkit egy hétünk születés vagy névnapját, különösen a Mária, hogy most lesz Mária Szent neve napja. A pénteken pedig Szent Kereszt felmozdulásának ünnepe, szombaton pedig fájdalmas szűzőnyök ünnepe. A lengyel úton kapcsolatban eddig 4 jelentkező van gyakorlatilag innen Hinácsra, lengyel útra. Még lehet jelentkezni, ha gondoljátok, pontos paraméterek kiírva a fali újságon megtalálható, csak hogy tudjam, hogy mégis hány emberre lehet számítani. Menészfalvi tanító szentmisén szeptember 30-án lesz, ekkor lesz a szokásos táska szentelés is. Elhozhatja mindenki maga táskáját, a szülők is nyugodtan elhozhatják maguk eszközeit, akár a táskákat, amivel járnak dolgok, bármit el lehet adni, megszenteljük. Ha van már ellenőrző, tegyétek meg a táskába, egyesíti nem tudnak belejutni. Szóval nyugodtan el lehet adni táska szentelés. Tehát szeptember 30-án tanítunk szentmisét, táska szentelés is. Évforduló szentmisét a szeptember 23-án lesz. Szeptember 30-án a szentmise után már a leendő elsőközöttek a szülei egy rövid, de annál fontosabb a megbeszélésre. Néhány fontos dolgot az elejével kell tisztáznunk. A szeptember 30-án a leendő elsőközöttek a szülei. Ugye azokat érinti, akik most lesznek harmadikusok, vagy följövő iskolát végeznek. Várok mindenkit. Elvárok mindenkit. Nem a misi utára, a misi. Amint hirdettem, most a szentmise után még a plébánia megtekinthető a történetek kiállításunk, ami Péter atyának kötelező. Nyilván valamit lehet vele majd még találkozni. És mindenki másnak, aki nem volt, is nem tudta megtekinteni, és amit mondtam, a szentmise után, akkor itt rögtön mindenki vételezhet magának megfelelő mennyiségű süteményt a tegnapi szent maradékból. Október 7-én terménybegárdás. A direkt probléma ez, hogy augusztusra van hirdetve, augusztusban kötelezőleg beírva. Ez egyszer az én figyelmetlenségemből elmaradt, így önkényesen ezt áttettem október 7-ére, akkor már a szőlők is beérnek, hogy akár mustot is el lehet már hozni. Szóval itt, a mellék oltárnál, Jézus színe szobor alatt fel lehet szépen halmozni mindenféle termet. Ugye tavasszal szoktunk könyörögni egy jó terménysért, augusztus 20-án új könyérét állást szoktunk adni, most így októberben az ősznek a derekán szeretnénk hálát adni mindenféle termésért. Aki úgy gondolja, kiskertjében bármi megtermet, jelképesen hozzon ide belőle néhány szemek is garabóval, bármilyen, hogy ő elképzeli, ezen a szemesén szeretnénk az új termésért hálát adni. Az imádságaink is ugye arról szólnak, hogy van kérő imádságunk, könyörgő méretlenül hálaló imádságot is bemutatni ezen a szemesén. Október 7-én termény megállás. Fogjuk ezt még hirdetni minden szentmisén, nem fogjátok elfelejteni. Péter atyának így szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ahogy hallgattam őt, nem akarok összegeket mondani, nem is fogok. Ahogy hallgattam őt, egy vers részletet ott eszembe, Fodor Ákostól, ő ilyen hajókat, ilyen japán verseket írt, húslékosokat hallgatok tőlem. Fodor Ákostok már egy ilyen rövid hajkója, hogy én bízom abban, azt hiszem szó szerint itt van, én bízom abban, hogy nekem sosem nő be a szívem lágya. Aki magyar tudja, sosem nő be a szívem lágya.
sosem lőg a szívem lába. És Péter, ahogy hallgattalak nekem ezeket, hogy ez az ember, akinek még nem lőg a szíve lába. És hogy jó volt egy ilyen embert nekem így hallgatni. Volt már mindenféle csákósít, minden búcsunkra még egy normális kutatást lehetett hallgatni, akinek megvan még a szíve lába, és nyilvánvalóan búcsú alkalmával nem az a fő tendenc, hogy letolja a híveket, hanem egyszerűen megnapod létezik a szíve lába. És köszönöm, hogy így voltál velem. Azt mondta, nem mondjam, mert elmondom, hogy pont olyan, mint Jézus, csak idősebb kiadásban. Abszolút. Mondtam nektek, Jézus csak idősebb kiadásban. Köszönöm, hogy itt voltál, és kapsz ajándékot is tőlünk. Van benne egy gyertya, ezzel az van a mi kis templom, mégis a évfordulót ünneplünk, egy 50-es szám, nyugodtan nyújtsd meg. És egy könyvünk, mert nem most készült, de még valamit egy csomó kapsz belőle te is, még a múltkori alkalmaz alapfeltételhez készül. Mozog a könyves, hogy bármi is arra is, hogy el is olvashatod. Fogadszál lett el. Meg lehet tapsolni. Kedves testvérek! Hiszem azt, hogy a találkozások nem véletlenek. Egy meghívás sem véletlen, hogy most együtt ünnepelhettünk ez a Jóisten ajándéka. A találkozott a szívünk az Isten szeretetében, akkor ez a találkozás, akkor ezt a találkozást elviszük majd oda az Isten országába, ahol majd örökké együtt lehetünk az ő szeretetével. Adja meg az Isten mindnyájunknak ezt, hogy úgy tudjunk élni ebben a földi időben, ami még hátra van, hogy valóban boldogok lehessünk. És ez a boldogság, ez az ő szeretetében adatik meg. Köszönöm a testvéreknek, hogy együtt imádkoztunk, és ezeket az imákat továbbra is kérem. Amikor nekem a betegek azt mondják, hogy Péter atya, imádkozom önért, vagy imádkozom érted, akkor tudom azt, hogy a legtöbbet kaptam. Azt kaptam, amire valóban szükségem van. És ha egymást hordozzuk imádságban, akkor eljutunk az Isten országába. Amen. A mi Istenünk, a mennyi és föld ura, aki a templom búcsújának ünnepén egyedítőd benneteket, árassza rátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adj meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek. Mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Isten, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen hála! További szép ünneplést kívánok mindnyájukra, családok körében. Amen.